Köszönöm a kedves nézőket! Önök a Biztonság kedvéért című műsorunkat látják itt a hatos csatornán. Jelenkorunk látszólagos békéje közepette régóta háború dúl, méghozzá negyedik generációs formájában. Ezt az idézetet egy könyv hátlapjáról olvastam föl, az írója pedig itt van velünk a stúdióban, Horváth József tábornok úr, az Alapjogokért Központ Biztonságpolitikai Tanácsadója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. A könyvből még idéznék egyet, ugye a háború titkos csatái névvel jelent meg nemrégiben egy könyv, és itt az elejéből írja ön. A titkos szolgálati világból nem lehet egy ugrással átlendülni a reflektorok fényébe a nyilvánosság elé. De azt gondoltam, hogy ha csak néhány embernek segíthetek megérteni azt, amit velünk tesznek, tenni akarnak, akkor ez egy fontos feladat. Beszélünk arról, hogy mi ez, amit aki, amit velünk tenni akar, is milyen háborúk folynak éppen, még hogyha nem is lőfegyverekkel, azonban egy kicsit amennyi publikus az ön korábbi életéből, ugye itt a polgári titkosszolgálatok, katonai titkos szolgálatokról van szó, néhány gondolatot osszon meg velünk, amit tudni érdemes önről. Hát gyakorlatilag én 2002-ig a polgári elhárításnál voltam különböző beosztásokban, legutoljára 95-2002 közt a akkori Nemzetbiztonsági Hivatalnak a műveleti ügyekért, tehát a szakmai Ügyekért felelős főigazgató helyettese voltam. 2002-ben nyugállományba helyeztek, a kormányváltással egy időben, majd 2010-ben <laughs> reaktiváltak, és kaptam egy megtisztelő felkérést, hogy a Honvédelmi Minisztériumban az akkori Katonai Biztonsági Hivatal szintén műveleti ügyekért felelős főigazgató helyettese legyek, majd 2012-ben a két katonai titkosszolgálata hírszerzés elhárítás összevonása után pedig az összevont szolgálatnak volt a műveleti és általános főigazgató helyettese, majd 2014 óta újra visszaértem a civil világba. Most, hogy jöttem ide a stúdióban, eljöttem egy autókereskedés mellett, és oda ki volt írva, hogy I love Hybrid ugye valóan egy autóiparból, az autók részéről is ismerős lehet ez a szó. Azonban, amikor hibrid hadviselésről beszélünk, valószínű itt is valami hasonlót jelent. Vágjunk a közepébe, mi ez a hibrid hadviselés? Hát ez most egy divatos kifejezés igazából, és az emberek többsége szerintem még hála Istennek nincs ezzel valójában igazán tisztában. a hibrid hadviselés alapvetően azt jelenti, amikor egyrésztről nem éleslő fegyverekkel, nem forró háború formájában harcolnak egymással nemzetek, szövetségek, országok, hanem alapvetően titkosszolgálatokra jellemző eszközöket, módszereket használnak, és más oldalról viszont, ami még szintén jellemző, hogy már nem feltétlenül csak országok harcolnak egymással, hanem akár Multinacionális tőkés érdekcsoportok igyekeznek a gazdasági és politikai érdekeiket érvényre jutatni ilyen módszerekkel és eszközök alkalmazásával, illetve látjuk ezt egyébként, hogy már akár terrorszervezetek is, mint például az iszlám állam, amelyik igen tudatosan használja ezeket a negyedik generációs vagy hibrid háborúnak az eszközrendszerét a propagandától, a befolyásoláson át, a városi katonai műveletek így bezárólag. Ez a negyedik generáció, akkor feltételezem, akkor van első, második, harmadik hát generáció? Igen, is. így van. Gyakorlatilag ugye a klasszikus háborúnak a különböző megjelenési formáiról beszélünk az első, kettő, három generációnál. A negyedik generáció az, amikor már vannak akár ilyen kicsúcsosodásai is egy-egy ütközetnek. Például most, ha az orosz-ukrán konfliktust, ami Pár évvel ezelőtt a szemünk előtt zajlódott le. Ugye ott mégis mondjuk zöld emberkék voltak, hogy az akkori megfogalmazásra léjünk, akik vélhetően mondjuk nem álltak túl távol Oroszország katonai és fegyveres erőitől, ótól, azok Ukrajnán belül hajtottak végre műveleteket, aminek eredménye egyrészt a Krímnek az elcsatolása, másrészt pedig ez a befagyott háború a Donbassnál, ez egy nagyon tipikus hibrid háborús művelet volt. Ugye, ha kedves nézők is mindannyian manapság már akármilyen hollywoodi filmből gyakorlatilag már mondhatnám azt, hogy mindent tudunk, de hogy tudunk-e mindent, azt természetesen nem tudjuk. És ugye itt az az érdekesség benne, hogy, hogy nem csak egy olyannal, olyan emberrel beszélgetek most, aki, aki olvasott és tud valamit, hanem, hanem mondjuk ezekben a, a világban, ezekben a... aki ismerheti ezeket a módszereket, ebben élt, át gyakorlatilag egyfajta tapasztalat is. Nyilvánvaló, hogy konkrét esetek, konkrét ügyekről nem, de ugye ez jelenti azt, hogy, hogy önnek lehetnek, sőt vannak is adott esetben konkrét tapasztalatai. Mi az oka, hogy mostanra ez a hibrid hadviselés, hibrid háború úgymond annyira idézőjelbe közkedvert lett? Hát nézze, én azt hiszem, hogy ha az elmúlt évtizedeket nézzük, ugye egyrésztről a klasszikus világrendszerek közti szembenállás a hidegháború végével a 90-le lezárult. Azt követően az atom nagyhatalmak azért megmaradtak, és akik atomütőerővel bírnak is, ez egy elrettentő erőként alkalmazzák. Mindenki tudja azt az atom nagyhatalmak közt is, hogy aki egy ilyet bevet, az gyakorlatilag a földi élet az első lépését teszi meg. Ezért aztán no, az atomfegyvereket is fejleszti mindenki, és a első csapásmérőeszközöket, de klasszikus háborúkkal szemben mindenki most már inkább az érdek érdekérvényesítésének, a befolyási övezetei megtartásnak vagy megszerzésének elsődleges eszközrendszerévé tette, akár a különleges katonai erőket, kisebb egységek, de magasan képzettek, elsőosztályú haditechnikai felszereléssel, gyorsan átdobva, speciális célpontokra kiképezve hajtják végre a műveleteiket, városi harcra kiképezve, ezt is láttuk a közelkeleten is. Másrésztről pedig ebbe a frontvonalba most már első lépcsős alakulatként, ha úgy fogalmazhatunk, beléptek a titkosszolgálatok is. És harmadik pedig az, hogy most már, amit az elején is említettem, hogy nem csak szolgálatok harcolnak szolgálatokkal, hanem magántitkos állami titkos szolgálatokkal, terrorszervezetek, állami és magántitkos szolgálatokkal is. Szóval egy nagyon bonyolult szövevényes világ alakult ki, amire azt kell mondanom, hogy néhány évtizeddel ezelőtt még ebből a szempontból is a klasszikus hírszerzés és elhájtás világa egyszerűbb volt. Volt egy gentleman agreement, mind a két fél tudta, hogy adott esetben hol van a fal, ameddig elmehet, milyen eszközöket, módszereket alkalmaznak. Na most, miután ezek a módszerek most már egyre inkább, hogy úgy mondjam, széles körben is alkalmazottá váltak, ezért aztán sokszor durvábbak és brutálisabbak is lettek ezek a műveletek. Ugye a gentleman agreement, a kedves néző kedvére, aki nem tudja, ez egy ilyen úgymond úriemberi megállapodás, amikor ugyan nincs írásba fektetve, de egyfajta sportszerűségi Így van. dolog, amikor valaki nem tesz meg. Úgy néz ki akkor, ha jól értem, hogy ezek mostanra gyakorlatilag megszűntek, vagy el is tűntek. Így. Hát a klasszikus ö, szolgálati ütközetek vonatkozásában még bizonyos fokig megvannak, de úgy mondtam, ezzel a kiszélt sedet és egyre átl hálózati küzdelmekkel, viszont egyre veszélyesebb is vált a világ ebből a szempontból. Ugye említette, hogy a gazdaságban is megvannak ezek a, úgymond akár a ipari kémkedéstől kezdve, én azt gondolom, hogy ezzel a részével most nekünk nem fontos foglalkoznunk, azonban ott marad a, hát most egyszerűsítve, akár a politikai vonal. Én azt hiszem, hogy ezt nem lehet kivonni a képletből, tehát muszáj erről beszélni, hogy, hogy akkor egy kicsit arról beszéljünk, hogy akár a világban, és utána akár Európában, Magyarországon is, milyen erők, kiknek milyen érdekei fűződhetnek ahhoz, hogy mondjuk így elfoglaljon egy országot, vagy egy, éppen egy, egy, egy eszmét, egy nemzetet, az elfoglalás alatt nyilvánvalóan ugye nem a klasszikus értem, de hát lehet, hogy ez még rosszabb, bár nem majd megmondja. Hát nézze, igazából, ha egy kicsit a történetben visszalépünk, akkor azt kell mondjuk, hogy egyébként nincs új a nap alatt. A gyarmatosítás korszakában is egy brit-kelet-indiai társaság ami egy magáncég volt, az egyfajta gyarmatosító politikát folytatott. A brit koronának egyfajta meghosszabbított karjaként tette a dolgát. Na most, ha a napjainkat nézzük, akkor a, már a supranacionális, tehát a globális nagyvállalatok, hogy a gazdasági érdekeiket meg tudják védeni, ne adj Isten, terjeszkedni tudjanak, ahhoz egyre inkább a politika világában is kapcsolatokra, befolyásolási lehetőségekre van szükségük. Ehhez pedig fölhasználják ezeket az eszközöket és módszereket, hogy érvényesíteni tudják a gazdasági érdekeiket a politikán keresztül. Ennek van egy light, hogy úgy mondjam, megoldás, ez a lobby tevékenység, ami mondjuk az Egyesült Államokban is nyíltan be kell jelenteni, hogyha valamelyik képviselő a szenátusban lobby tevékenységet folytat egy cégért. Tehát ott ez egy nyílt. Tehát nagyon törvényes... az érdekeit akarja mondjuk képviselni így annak van. a cégnek, nem tiltott, csak tudni kell róla. Ez pontosan hogy így mindent, van. Hogy... Ez a felszíni világ, hogy úgy mondjam. De az alatt van egy másik világ is, amikor nem tudjuk azt, hogy valaki miért szavaz úgy mondjuk egy szavazásnál, ahogy szavaz, és sokszor nem is értjük, hogy milyen mozgatórugója van ennek de ha egy kicsit mögé lát az ember, akkor egyébként már egyre inkább fölfejthetővé válnak ezek a kuszának tűnő vonalak, és érthetővé válnak adott esetben, hogy mi miért történik egy adott ország irányításában, mikor nem látjuk azt például a Balkánon az elmúlt években, hogy miért egyik pillanatról másikra törnek ki tömegmegmozdulások buknak, meg kormányok látszólag érthetetlenül, hiszen nem indokolják ezt gazdasági vagy politikai indokok, és mégis sikerül akár kormányokat is megdönteni. Ezt az elmúlt években számos példa volt, például a balkáni kisebb országokban. Ilyenkor általánosságban el lehet azt mondani, hogy ilyenkor a titkos szolgálatok is nyilvánvalóan szakmai vonalon feltérképezik, és hát úgymond képben vannak azokkal a történésekkel, amik akár az országhatárhoz közel, vagy a távolabbi részeken történnek, és érinthetnek esetleg majd minket? Hát nézze, eh, a szolgáltuk vonatkozásában is két eh, világot azért el kell különíteni. Vannak a eh, globális nagyhatalmak, akik a világ szinte minden pontján eh, Rendelkezni akarnak titkosszolgálti forrásokkal, receptorokkal, úgy így fogalmazzak, épp azért, mert globális érdekérvényesítő törekvései vannak annak az államnak. Vannak regionális hatalmak, aki egy adott földrészen, egy adott térségben szeretné az érdekeit érvényesíteni. Most mondjuk egy példát, akár nézhetjük Törökországot, Iránt, aki azt mondjuk abban a régióban, vagy Szaudarábiát, egy regionális nagyhatalom és vannak azok a közép és kis országok, amelyek a határaikhoz közvetlenül közeleső területeken szeretnék a biztonságukat szavatolni, és szeretnének ezért aztán akár információkkal is rendelkezni, hogy a közvetlen környezetükben mi történik. Milyen eszközök vannak a védekezésekre? Hát mondjuk azt, hogy azért ez egy ősi foglalkozás, tehát gyakorlatilag ebben is azt kell, hogy mondjuk, hogy nincs új a nap alatt. A szakembereket, bocsánat, a szakembereket lehet, hogy nem érte olyan váratlanul, tehát hogy igen, a... a módszerekre ők valószínűleg jobban föl vannak. Igen, a... és ha a... az igazából a módszereket, ha nézzük, akkor megint van egy fontos dátum. Ez 2001. szeptember 11. Az Amerikát ért támadás az Al-Qaeda által. Odáig a titkosszolgálati világban egy olyan trend érvényesült, hogy a humán titkosszolgálati munkárnak egyre kisebb a jelentősége, és a technikai hírszerzés és technikai elhárítás az, ami előtérbe nyomult, hiszen mondva, hogy ezt minimális kockázattal, nagyon sok pénzért, gyakorlatilag minden információt meg lehet szerezni. 2001. szeptember 11 mutatta meg azt, hogy hiába költöttek el dollár dollármilliárdokat, ha van egy olyan e, tudatosan e, csapást szándékozni mérő csapat, amelyik kikerüli az elektronikus e, kommunikáció világát, akkor képes arra, hogy kvázi láthatatlanná váljon, és példátlan módon az Amerikai Egyesült Államokat a saját földjén támadja meg. Ez az Egyesült Államoknak egy sok volt, és ez a felismerés sok azonnali intézkedést is megjelenített, Közte például a hazafias törvénynek a meghozatalát, közte a titkosszolgálati struktúrájuknak az átalakítását, és a klasszikus titkosszolgálati munkának az újra elővételét, hogy úgy mondjam. De ezt a hasonló trendet egyébként, és kevésbé látványos Cezúrával, de például Oroszországnál is láttuk, amikor Oroszország is úgy döntött nagyon tudatosan, hogy a világhálón lévő információ gyűjtése szemben például neki hogy kell védekeznie, másrésztől pedig, hogy a humán munkára is hogy kell nagyobb erőket fektetnie. Tehát magyarul a klasszikus titkosszolgálati műveletek kerültek előtérbe, mert bebizonyosodott az, hogy nagyon fontos a technikai háttértámogatás, a nyílt információ gyűjtése, elemzése, értékelése egyre fontosabbá válik ebben a világban, de nem lehet mindent megszerezni, és nem, ha egy ország csak technikára hagyatkozik, akkor fél lábú lesz a védelme, az elhárítása, a másik láb a humán információ forrásoknak a biztosítása, akkor lehet garantálni azt, hogy többé-kevésbé képes lehet hatékony védelmet biztosítani egy ország számára. Ugye azt kérdeztem, hogy hogyan lehetne védekezni, de lehet, hogy azt kellett volna először, hogy igazából kik azok, vagy mik azok, akik úgymond támadnak most. Hát nézem, ha most Magyarországra vagy Európára szűkítjük a kört. Azt azért látni kell, hogy egyrészt az Európai Unió, mint egy még mindig globális nagyhatalmi szereplő. Gazdaság van pontosan, a gazdaság erejét nézzük. Katonailag már jóval kevésbé, ha egyébként a katonai költségvetését nézzük az országoknak, akkor azért még jó a helyezési számunk. Nagy-Britannia kiválásával jelentősen gyengült katonailag is az Unió. Ugyanakkor az elmúlt évek megmutatták azt is, hogy az Unió hiába erős gazdaságilag, katonai potenciáját tekintve nagyon jelentős lemaradása van, nem a világ legerősebb ez mondjuk az Egyesült Államok, vagy utána mondjuk Kínához képest, hanem egy Oroszországhoz képest. És ez akkor szembetűnő, ha azt képzelik el a kedves nézők, hogy mondjuk Oroszország GDP-je az Olaszországéval egyezik meg nagyságrendileg. Ehhez képest az orosz haderő, az, az európai haderő számára egy komoly, hogy, úgy, hogy a fenyegetést jelenthet a szó fizikai értelmében is, hiszen egy nagyon erős hadsereget tart fönn Oroszország, és ezzel biztosítja ő a világhatalmi státuszát, amit adott esetben gazdaságilag nem tudna érvényesíteni és a fenyegetések oldaláról még az Unióhoz az elmúlt években azt is láttuk, hogy mondjuk a 2015-ös migrációs hullám után az a terror hullám, ami végig söpört Nyugat-Európán, hogy egy radikális iszlamista fenyegetéssel is, sajnálatos, de Nyugat-Európában már azt kell, hogy meg kell tanulniuk együtt élni, hiszen ha most a késes támadásoktól a gázolásokig megyünk, akkor olyan gyakorivá váltak, hogy már a média szinte föl sem kapja a fejét. Vannak persze ilyen csendesebb periódusok, amikor a szervezet összehangolt, sok embert érintő támadások nem zajlódnak szerencsére, mert a szolgálatok adott esetben sikeresen meg tudják őket előzni, de az a fajta félelem légköre, amit az iszlám radikális terrorizmus megjelenése kapcsán érzünk, az most már állandós európában A könyvében is említette ezt a 2015-ös dátumot, ugye, amikor úgymond tömegesen jöttek ugye, migránsok. Ez tekinthető egyfajta mérföldkőnek, fordulópontnak? Mindenképpen én azt hiszem, hogy abból a szempontból érdemes ezt kezelni, és utólag is értékelni az eseményeket hogy ha a hasonlóságokat keressük, például az elmúlt másfél-két évben az Egyesült Államok felé elindult migráns karavánok szervezése, célirányos elindítása. Ott is azt láttuk, mint 2015-ben, hogy szinte a semmiből keletkezik egy hullám, mint egy cunaminál, egy föld alatti rengés, amit nem látunk a felszínen, volt valamilyen indítók, és itt persze mondhatjuk, hogy a szíriai polgárháború volt ez a kiváltók. Igen, de előtte több országban voltak hasonló polgárháborús helyzetek, Egyiptomtól Líbián át sorolhatnánk a térséget, és mégsem volt egy ilyen migrációs hullám a végeredménye. Tehát ez a végeredmény mindenképpen egy éres választóvonalt jelent, abból a szempontból is, hogy nyugat-európai politikusok 2015-ben úgy döntöttek, hogy az Európai Unió biztonsága, a saját állampolgáraik biztonsága másodrangú kérdésé vált, és ehelyett egy humanitárius, mondjuk úgy, hogy köntösben megjelenített, alapvetően a magyarázatként azzal szolgálva, hogy itt élő munkaerőre szüksége van Nyugat-Európának, és a demográfiai helyzet... A így van, <kül> és ezt első körben mondjuk a németek jól láthatóan el is hitték, hogy majd Szíriából az agysebészek jönnek... Mondjuk illet... náluk ugye van ugye akár a törökök, amikor Úgy dolgoztak, van. tehát van... Van pozitív példájuk, igen, igen, igen. pontosan így van, a törökökkel, vagy a volt Jugoszláviából ott dolgozó vendégmunkásokkal, Ugyanakkor jól látható, hogy egy Németország, aki egy regionális középhatalom, egy gazdasági nagyhatalom, sem tudta kezelni azt, hogy gyakorlatilag bő egy másfél millió ember mindenféle ellenőrzés nélkül lázúdult. Az, az ottani országra. titkos szolgálat annak idején biztos kell kellett, -e, hogy jelentse ezt, vagy, Így vagy tájékoztassa a politikai... Ez, Ez egyébként is. a német elhárítás, a BFAU ezt vezetése szándékosan többször kiszivárogtatott ilyen jelentéseket, ami azért valljuk be egyfajta diszfunkció egy szolgálatnál. Majd ennek az lett a következménye, a, a szolgálat vezetőit, aki egy kiváló szakember volt, a Hans-Georg Mázent, őt leváltották, és ezzel mondjuk megteremtette a CDU-s kormány, hogy a saját ellenzéke egyik legerősebb hangja lett, a leváltott titkosszolgálat. Tehát az végül is a politikán múlt ott is, mint ahogy minden. Hogy soron Igen. minden. Figyelmen kívül lehet-e hagyni azt, hogy amikor ezeket a folyamatokat visszafejtjük, és hát beszéltünk arról, hogy vannak itt különböző, hogy fedősztorik, hogy humanitárius, és stb. stb. De amikor visszafejtjük ezt, most akár egy emberhez is eljuthatunk, de úgy mondom, hogy inkább egy ilyen erőközponthoz, hogy mintha minden onnan indulna ki. Igen, hát ugye itt a médiában ezt leegyszerűsítve, de ez, azt mondjuk, hogy itt a soros hálózat. Soros György egy milliárdos, nagyon gazdag ember, aki kétségtelen tény, hogy több európai országot kiemelt figyelemben részesített az elmúlt évtizedekben, például Nagy-Britániát, amikor a fontot megtámadta, és egy brit gazdaságot majdnem sikerült bedöntenie, és azon néhány milliárdot keresett. Tehát egyrészt azt le kell szögeznünk, hogy vannak ezek az emberek, akik megint csak egy humanitárius köntösben, de kőkemény gazdasági érdekeket érvényesítenek. Országok vezetésébe akarnak beleszólni, el akarják dönteni azt, hogy kik vezetnek egy országot, milyen kormány álljon össze, ehhez megvannak az eszközei, és itt nem csak Soros Györgyre, hanem egy érdekcsoportra kell gondolnunk olyankor, hiszen meggyőződésem a Soros György mellett jó néhány névtelenségbe burkolózó ember is. Ő egy kicsit talán ott van. mint az arca lenne. Így ne? van, így talán. van, ő a, a európai indítatásából, magyar gyökereiből adódóan is, de a, a izraeli zsidó gyökereiből is, hiszen furcsa módon Izraelt is sokszor támadja, hmm. egyébként. Tehát ennek az embernek a mondjuk úgy, hogy a brendje alatt egy erős gazdasági lobbycsoport működik amelyik Európában adott esetben képes befolyásolni belpolitikai eseményeket. Nem régiben született ön részéről egy írás, egy, egy véleménycikk, hogy a Nemzeti Alaptanterv támadásával kapcsolatban fogalmazott meg különböző dolgokat. Nagyon röviden folytán a műsoridőnk, hogy ugye ez alapján a támadásokból lehet látni, hogy mi az, ami nekik adott esetben útjukba van, és mik ezek? Hát nézze, én azt hiszem, hogy árulkodó az, hogy a Nemzeti Alaptanterv, amelyik egyébként tantárgyakat van össze, óraszámokat csökkent, új tantárgyakat hoz létre, tehát lennének szakmai vitáknak tere, ehhez képest a szakmai vitának általában politikai viták a magyar nyelv és irodalom és a történelem körül csúcsosodnak ki. És nyilvánvaló, hogy aki az oktatást, a jövőt ilyen szempontból befolyásolni képes, az adott esetben a jövő generációin keresztül egy ország irányításába is aktívabban be tud szólni. Tehát itt most jó értelemben is a lelkekről van szó, hogy a következő generációk azok egy nemzeti elkötelezettségű, ezt a szót is támadták, hogy hazafias nevelést kap-e, vagy pedig nem, és egy ilyen globális generációt akarunk felnövelni, és ezt tegyük azt is hozzá, hogy ezzel mondjuk azt is elérni, hogy adott esetben rendvédelem, honvédelem felé azok a fiatalok, akik egyébként pont a hazafias indítatásúból döntenek úgy, hogy életpályának választják ezt, ezt is elzárják ezt a csapot, és utána majd azt a kérdést, hogy vajon ki fogja a tüzet eloltani, ki fogja a házainkat megvédeni és kinyomozni azokat a bűncsekményeket, vagy ki fogja az országunkat akár az életárán is megvédeni, hogyha nincs ilyen motivációs eszköz mennyiben kell erről a lakosságot tájékoztatni, mert hát ugye őnek is úgymond a célpontjuk, akár az a szavazóbázis, a szavazó akik szavaznak, tehát feltételezhető, hogy valamilyen módon, valamiféle védelemben is kellene a ismeretekkel bővíteni, és mit tudunk azzal kezdeni, vagy mit tud azzal kezdeni, akinek ezzel feladata van, aki mondjuk ebben nem hisz, vagy csak egy összeesküvésnek gondolja. E, igen, és a tóvnék mindenkit valóban így van, tehát ne gondoljuk azt, hogy hatalmas összeesküvés elméletek mozgatják a világot, sokszor ennél sokkal profánabb, egyszerűbb megoldások felé kell menni. Azzal együtt viszont, hogy igenis az embereknek arról tudniuk kell adott esetben, hogy az ő szavazataikért milyen fajta akár tisztességtelen eszközöket, módszereket alkalmaznak. És itt az internetvilágában, a közösségi média világán keresztül és alapvetően már itt is a fiatalabb generációkat megcélozva, hiszen azért most már ezeres nagyságrendben lépnek be új szavazók a világunkba, hogy az ő rajtuk keresztül ki lesz az, aki az országot irányítja, vezeti, és milyen irányba. Ez a következő években, hogy ez egy európai globalista irány lesz, vagy egy nemzetek európai irány lesz, itt fog ez a törésvonal mentén elválni a két dolog. Zárásként ugye látjuk azt, hogy Magyarország mondhatni így támadás alatt van, hogyan állunk ebben a harcban háborúban? Hát most ha azt nézzük, hogy sikerült az elmúlt 10-12 évben egy egységes gazdasági politikai irányítást vinni az országban, és ennek a gyümölcseit az ország lakosságának a döntő része élvezi, hiszen egy gazdasági fellendülés korszakában élünk, akkor azt mondhatjuk, hogy az eredmények mindenképpen ezt igazolják. Másrésztről viszont én azt hiszem, hogy ez a fajta támadások a következő években erősödni fognak, tehát ez hiszen nyilvánvaló, hogy nem érdeke az ellenérdekelt félnek, hogy egy nemzeti elkötelezettségű zsidó-keresztény kultúrára alapuló kormány maradjon továbbra is hatalmon, hanem a globalista irányt veszik célpontba. Ezért aztán a tájékoztatás az emberek fejében, hogy úgy mondjam, a rendtétel, segítése az egy alapvető fontosságú feladat lesz. Köszönöm szépen Horváth Józsefnek az Alapjogokért Központ Biztonságpolitikai tanúcs, Tanácsadójának, hogy eljött. Kedves nézőknek köszönöm a figyelmet, erre a témára még mindenképpen vissza fogunk térni. Viszontlátásra!